Újra nyírják a füvet a városban a szompark munkatársai. Az intenzív esőzés az elmúlt napokban nagyban hátráltatta a munkát, ezért a cég most túlórában is ezt a feladatot végzi. Pénteken a nyugdíjas ház környékén dolgoztak, majd a csónakázótó és a körút további szakaszai következnek. Jövő héten pedig a kis lakótelep kerül sorra. A parkfenntartó vállalat folyamatosan 30 fő feletti létszámmal, legalább 12 fűnyíróval és 5 szállító járművel végzi ezt a tevékenységet.